Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm neked. Karácsony Gergely lesz most rögtön ezután. A Párbeszéd Magyarországért társelnöke, Zugló polgármestere. Melyik tart majd tovább? Jó estét. Hosszú távon tervezek mind a kettőben. Az, hogy az hírlik, hogy összefogtak a két nagy, az MSZP és a Fidesz ellen Zuglóban, ez mennyire igaz? Valamilyen szinten biztosan volt néhány olyan döntés, ami engem is meglepett, és ráadásul egy olyan ügyben, ami azt gondolom, hogy egy eléggé olyan ügy, ahol világosan megkülönböztethető az ellenzék és a kormány oldal álláspontja, és Zuglót érinti ez a Városliget ügye. És aztán volt még másik néhány olyan eset, amikor úgy éreztem, hogy talán többet beszélgetnek egymással, mint velem. De mi lehet a közös témájuk? Hát olyan ügyek, amelyekkel egy kicsit módosra lehet tanítani azt a polgármestert, aki mindenféle elvekre hivatkozik, és aki olyan néhányszor olyan keményen megüzente a sajtóban is, hogy mik ezek az elvek, amikből nem enged, amiket most is nem megüzenek, de hát elmondom, mert azt gondolom, hogy azért lettem polgármester Zuglóban, mert azt gondolom, hogy meg kéne mutatni azt, hogy hogyan lehet másféleképpen politizálni ebben az országban, és bizonyos dolgokat tényleg másféleképpen kezelek, és más is a hozzáállásom ezt a székemhez. Egy fideszes polgármestert váltott, a fideszeseknek ez nem tetszik, ezt elfogadom, ez viszonylag logikus is. Mi bajuk az MSZP-sek? Hát ezt kérdezem meg tőlük. Nekem vannak sejtéseim, de nem gondolom, nem hogy nekem ezeket. Nem kérdezte még meg? De hát sokat beszélgettünk, de ezek a beszélgetések nyilván nem feltétlenül sajtóképesek. Volt néhány ütközés, súrolás közöttünk, ami, hát én azt gondolom, hogy túl az, hogy én baloldalinak tartom magam, mindig is annak tartottam magam, de a baloldaliság alatt talán kicsit mást értek, mint az MSZP, ami nem biztos, hogy azt jelenti, hogy nekem van igazam, de az kétségtelen, hogy én egy más generációhoz, egy másik politikusi érához tartozok, és azt is gondolom, hogy talán az, amit mi a PM-ben gondolunk a világról, az hozzájárulhat ahhoz, hogy a magyar baloldal támogatottsága növekedjen Magyarországon, és hogy több szín elférjen a bal oldalon. És én ezt szerettem volna, és azt gondolom, hogy ez egy sikeres projekt lehetett volna megmutatni azt, hogy az MSZP és egy új generáció zöld párt, az képes egy 21. századi politikát helyben megvalósítani. Én most is hiszek ebben. De azért mégis múlt időben fogalmaz. Igen, azért, mert ezzel a, hogy mondjam, ezzel a szándékkal választottam a helyi politizálást, mert szerettem volna. Az ellenzék nagyon frusztrált helyzetben van, hiszen nem tudja megmutatni, hogy mi gondol a világról. És az, amikor kormányzott, az nyilvánvalóan azokra a tényekre már nem lehet hivatkozni, mert a fölött eljárt az idő. Most, amikor, és kicsit olyan piszticsárénak érzem, hogy Zugló kis piti politikai játszmairól beszélgetünk, miközben éppen széthullik az Európai Unió, és a világ iszletesen megváltozott körülöttünk. Hát ezt szívesen kérdezem a britek döntésére, de arra nincs ráhatása a zuglóiak életére, meg Magyarországére ilyen módon kiterjesztve. Igen, de azért gondolom, hogy ez fontos ebben az összefüggésben is látni, hogy nagyon átalakuló világban élünk. Ez az ország is napról napra változik, és ebben új a politikának, az ellenzéki politikának is új utakat kell találnia. Ön megtalált, hogy merre kéne menni? Lehet, hogy szerénytelenségnek tűnik, de én sok ügyben látom azt, hogy mit kéne csinálnunk Zuglóban. És miért nem csinálja? Hát bizonyos dolgokat csinálunk. Én azt gondolom például, hogy mondjuk az a szociális rendelet, amit Zuglóban elfogadtunk, amikor ugye a kormány ugye kihátrált az önkormányzatok mögül a szociális ellátásban, és azt mondta, hogy azt csináltuk, amit akartok, akkor mi vettünk egy nagy levegőt, és megnéztük azt, hogy ha már a saját pénzünkből kell szociális ellátást csinálni, akkor az legyen jobb, mint amit eddig látunk. És túlzás nélkül azt állíthatom, hogy azért az zuglói szociális rendszerrel többet foglalkozik a magyar szakma, mint az összes többi önkormányzatéval együttvéve. És ezt nem csak azért csinálom, mert az zuglóiaknak jót akarok, elsősorban ezért, de azért is csinálom, mert szeretném, hogyha ebből tudnánk tanulni. És lenne például mondjuk a garantált minimáljövedelem, amit mi Zuglóban bevezettünk, lássuk azt, hogy ez egyébként országos szinten hogyan működhet. És amikor elkezdünk az átláthatóságról beszélni, a közösségi tervezésről beszélni, a részvételi költségvetésről, hogy az emberek a költségvetésünk egy részét akár közvetlenül is meghatározhassák, akkor próbálom azokat a járatlan utakat bejárni a magyar politika számára, ahol nem indultunk el, és mélyen meg vagyok arról győződve, hogy nagyon sok ilyen új dolgot ki kell mennünk próbálni ahhoz, hogy az ellenzéki politizálást talpra állítsuk. Na, ha jól értem, akkor azt próbálja, hogy egyfelől mindenki kap egyenlő esélyeket, az alapjövedelem, amelyet mindenki egyformán kap, illetve onnantól kezdve mindenki legyen a saját maga gazdája. Tehát ne várja el mástól, hogy majd helyette dönt a utca dolgairól, a házügyeiről, a környék, vagy a kerület, vagy a város problémáiról, legyen ebben aktív. Ez a helyiek mennyire partnerek? Hát mennyire értik a zuglóiak, hogy itt akar? Egy konkrét példát, hogy mondjak. Elindítottunk egy Mizuglónk nevű programot, ami tulajdonképpen arról szól, hogy a közösségi tereinket ne úgy tervezzük, mert ahogy az klasszikusan szokás, hogy
van egy tervező megtervezés, akkor az van, hanem nyissuk ki ezt a beszélgetést. Van egy park Zuglóban, Pillangó Park, ez egy elég nagy terület, ami nagyon rossz állapotban van, és szeretnénk, hogyha ezt a parkot úgy tudnánk átalakítani, hogy a helyi emberek elmondják a véleményüket. Ez az a park, ami parkoló lenne, és most felújítanák, és... Nem, ez egy másik terület. Park. De ez ennyire egy másik nem terület. Vagyok Zuglóban otthon, látja, mert abban tudom, hogy botrány. Ez egy nagyon-nagyon nagy terület. Hát botránynak nem nevezném, van egy kis beakadás. De megszervezhetek az első ilyen találkozót, és nagyon sokan nagyon szkeptikusok voltak, hogy az embereket ez nem érdekli, nem fognak eljönni. Ott volt 300 ember. Leültek, és órákon keresztül mondták, hogy akkor itt legyen a kutyafuttató, itt legyen a kerékpárút. De úgy lesz, hogy mégis ott felálltak és úgy lesz. Nyilván ez egy tervezési folyamat, meghallgattuk az embereket, csinálunk egy tervet, visszavisszük a koncepciókat, újra meghallgatjuk őket. Ezek nem nagy dolgok, de pont minden arról szól, és ugye az előválasztás az egyik témánk, ami kapcsán a beszélgetésre behívtak. Ez is arról szól, hogy én abban hiszek, hogy az embereket vissza kell vinni a politikába. A politika az is, hogy a Pillangó Parkban hol van a kutya WC, a politika az is, hogy megkérdezem őket fontos kérdésekről, és a politika bevonása, az emberek bevonása az is, hogy például az ellenzék, ami magát demokratikusnak nevezi, demokratikusan játssza le a saját maga politikai játszmáját. Na hát akkor már, ha erre rákanyarodott, mi lehet a probléma önnel az MSZP-vel? Ha most végignézem azt, hogy itt van a négy elnök jelölt, akik itt az ATV-ben is sorra szerepeltek és elmondták a magukét, Szanyi Tibor egyenesen úgy fogalmazott a Párbeszéd Magyarországról, hogy bizniszpárt, és ezekkel nem ülünk le tárgyalni sem, nincs miről beszélni. Azt mondta a Harangozó Tamás, hogy ez az előválasztás, ez egy zuglói fantazmagória. Tehát arra utalt, hogy ez az önmánia, és ennek semmi alapja nincsen. Azt mondta Tóbiás József, hogy... Molnár Gyulát nem fogom tudni idézni ebben az összefüggésben, szóval azt mondta Tóbiás József, hogy nem, hogy ezt az előválasztást nem akarják, ők találták ki, és ők fogják megcsinálni. Hát, azt remélem, hogy valahogy sehogyan sincs a helyén ez a dolog, hogy Karácsony Gergely és a Párbeszéd Magyarország és az MSZP valamiféle relációban. Mi a baj? Én azért nem látom ennyire rossznak a helyzetet. Egyrészt kampány van az MSZP-ben, és ez a kampány most befelé szól, és befelé más dolgokat akar az ember üzenni, mint amit esetleg sokszor gondol. Ilyet én is csináltam már. Na de másfelé is el rajtunk keresztül, miközben elmondhatnak közvetlenül is, hát ennek kevés értelme van. Hát nézze, azok az emberek, akik most hétvégén dönteni fognak, hogy ki az MSZP elnöke, nézzük például ezt a beszélgetést is, meg azt is, amikor Harangozó Tamás itt beszélt, meg azt is, amikor a Tóbiás József, és ez alapján is dönteni fognak majd. Én messze szeretném elkerülni azt a látszatot, hogy én bármilyen módon szeretném beavatkozni ebben az elnökválasztási küzdelemben, ez az MSZP-nek, annak a közösségnek a maga ügye. Ami Tóbiás József mondott, az természetesen igaz. Hát az előválasztás javaslatát Magyarországon elsőnek a Magyar Szocialista Párt képviselte a nyilvánosság előtt. Én ezt abszolút teljes mértékben egyetértek ezzel. Erről már csak Harangozó Tamás nem tud, aki azt mondja, hogy ez egy zuglói fantazmagória. Konkrétan én láttam ezt a beszélgetést, és itt volt egy félreértés, mert valóban az előválasztás, mint ötlet párt részéről az MSZP-nél merült fel elsőként, amit mi akkor üdvözöltünk. Annyi történt, hogy most a Párbeszéd Magyarországi kidolgozott egy konkrét javaslatot, és ennek van egy eleme, hogy mi azt mondjuk, hogy lehessen online is szavazni. Tehát, és erre mondta azt Harangozó Tamás, hogy az, az online szavazás van, az nem jó. Hát persze, hogy nem jó. Hát az akinek nincsen számítógépe, annak is számít a véleménye, csak én azt gondolom, hogy annak is számítson a véleménye, aki nem akar utazni a szavazófülkéig, és mire lehetne 21. században egy progresszív pártok közötti versenyben online is szavazni. Tehát itt egy, szerintem egy félreértés volt. A Tamás, akit én egyébként kedvelek, itt nekem az jó, nagyon jó személyes viszonyom van mindenkivel, az előző ciklusban egy parlamentben ültünk, tehát ilyen szempontból azt gondolom, hogy hát ez még talán értjük egymást. De nem, meg sokat dolgoztunk együtt. Van? Aki ott ült a parlamentben? Nem mindenkivel, de az MSZP és kollégákkal eléggé jó szakmai kapcsolatban voltunk. Én azt gondolom, hogy nyilván az MSZP-nek el kell dönteni az álláspontját általában véve az előválasztás kapcsán, de az kétségtelen, hogy jelenleg az MSZP-nek ez a hivatalos álláspontja. Ez természetesen változhat. Én ezt nagyon sajnálnám, mert én nagyon hiszek abban, hogy az ellenzéknek ebben a nagyon átalakuló világban át kell alakulnia, másféleképpen kell politizálnunk, iszonyatosan belterjes, amit csinálunk. De azt mi itt tényleg itt egymást szórakoztatjuk Zuglóban, ez szerintem senkit nem érdekel, sőt, iszonyatosan taszít. Most ezt megcsinálhatjuk még egyszer ugyanazt, mint 2014 előtt, amikor azzal szórakozott a sajtó, hogy ki kinek hogyan szól be, ki kinek mit üzen, ki hogyan csinálja ki a másikat, és amikor a végén 2014 januárjában létrejött az összefogás, és kiállt az az öt politikus a sajtótájékoztató, hogy ott voltam. Rossz volt nézni. És nem azért, mert nem jó emberek voltak ott, nem azért, mert nem volt alkalmas a miniszterelnök jelölt, hanem azért, mert az egész egy iszonyatosan izzadságszagú, belterjes és belülről iszonyatosan amortizáló folyamatnak az eredménye volt. Ezek az emberek a végén már annyit adtak és kaptak egymástól,
a tárgyalóasztalon és a sajtóban annyit méregették egymást, annyit frosztizták egymást, hogy a végén már nem tudtak hitelesen arról beszélni, hogy én vagyok a vezetőtök, csillogó szemmel beszélek arról, hogy milyen Magyarországot szeretnék, és gyertek utána. Ennek ettől nagyon messze voltunk. Hát és erre még vita... emlékszünk, de hogy fogunk emlékezni majd arra az időszakra, ami most előttünk áll? Tehát hogy hogyan lesz ebből egy olyan előválasztás, ami megint nem arról szól majd, hogy már előre összevész mindenki mindenkivel, és kikit nem vesz be ebbe a történetbe, és kikivel hajlandó. Ugye emlékszünk arra is, hogy akkor 2014-ben a MOMA-val Bokros Lajos felajánlkozott, szóba nem akartak állni vele. Szóba álltak viszont a liberálisokkal, akik semmivel nem voltak akkor erősebbek. Hát ez az. Tehát, hogy ez a különbségtétel, ez hogy megúszható most? Nagyon egyszerű. Az, aki egyetért bizonyos alapvető kérdésekben, alapvető érték mentén elkötelezett, és hisz abban, hogy kell egy új köztársaságot csinálni Magyarországon, az részt vesz az előválasztáson. A mi javaslatunk szerint legyen ez párt, vagy civil, vagy magánszemély. Ki kell nyitni a kapukat, erről szól az egész. És aki elindul ezen az előválasztáson, az meg lesz mérettetve. És onnantól kezdve nem az fog számítani, hogy akkor vannak a kis piócapártok, akik fölkapaszkolnak és kapnak egy helyet. De hiszben, hogy ezt engedik a nagypártok, hogy a helyi magánemberek és civil szervezetek, akár velük konkurálva az ő jelöltjüket úgy túrják ki, meg sem mérettették még igazából? Egyáltalán nem biztos, hogy ki lesznek túrva. Tehát ha igaz az, amit ezek a pártok mondanak, és egyébként lehet, hogy sok szempontból igaz, akkor ki fog derülni, hogy ők a legerősebb párt? Tehát az MSZP részéről néha elhangzik azt, hogy ők a legerősebb párt, úgyis mindenhol megnyerik. Nyerjék meg! Hát én azt mondom, én nem szeretnék egy relatíva fiatal... Után nem ezt mondták. Hát igen. Ott a DK mondta ugyanezt. Igen, de hát nyilván ezek a helyi választások mutatnak valamit. Például leginkább azt mutatják, hogy az ellenzéki táboron belül iszonyatosan nagy az átmenet. Az egyik nap DK-s vagyok, a másik nap MSZP, és egyik nap PMS vagyok, utána együttes. Ezek a szavazók, akik Magyarországon kormányváltást akarnak, alapvetően kormányváltásban gondolkodnak, és nem ezekben a pártokban. De akkor mi igazolja a PM létezését például, mint pártét? Hát például az a 7,5%, ami Dunaújvárosban elért, és az eredmény, és vagy az a hozzáállás, hogy mi készek vagyunk egy nyílt vitára, egy demokratikus, fair választáson, mi azt gondoljuk, hogy mi talpon fogunk maradni. És én nem szeretnék a tárgyalóasztalnál azzal zsarolni, vagy ezeket a játszmákat, csiki-csukikat még egyszer lejátszani. Ki akarok állni az emberek elé, el akarom mondani, hogy mit gondolok a világról, el akarom mondani, hogy kik az én embereim, hogy kivel akarok együtt dolgozni, és azt akarom, hogy az emberek ezt árazzák be. Mondják azt, hogy kösz. Nem kell, vagy mondják azt, hogy köszönjük. Ezt kell 106 jelölt, 106 körzetben, akikre lehet szavazni. Igen. Ez a 106 jelölt lehet magánember, civil, pártképviselője, bárki. Az, akit a helyi honnan közösség fölemel. Honnan fogom én megtudni, hogy a Párbeszéd Magyarországért mit ért ezen a választáson? Hát nyilván lesznek olyan jelöltek, akikkel mi tagjaink lesznek. Ez ki fog derülni. De az egyéni jelölteknél... Lehet százalékra fordítani, de ez mindegy, ez olyan fontos. Hát tudja, hogy fontos. Nem, az a legfontosabb, nem. A pártok számolják. Az a fontos, hogy legyen Magyarországon 106 igaz ember, aki végigcsinált már egy demokratikus küzdelmet, és aki mögött ott van egy legitim eredmény, és ott van a helyi közösség támogatása. És ott van az, hogy ő volt az, aki ezt a meccset megnyerte. Nem, de ez arra elég, hogy leváltsa ez a 106 ember a Fidesz ottani 106 jelöltjét. És aztán másnap? Hát másnap pedig elkezdenek közösen kormányozni. Azért kell egy közös értékvilatkozat az elején. Ezt én értem, de például kiadja a miniszterelnöket, melyik párt? Azt fogjuk megszámolni, hogy hány százalékból hány MSZP. Nem, a mi javaslatunk egy egész komplex javaslat, és azért tettük le az asztalra, hogy tudjunk az előválasztásról konkrétumaiban beszélgetni, és ne, hogy mondjam, fantazmagóriákról beszélgessünk, vagy félreértésekről, hanem egy konkrét javaslatról. Ezt az uglói fantazmagóriát, ez megtetszett. Hát én egyébként nem, azt szerintem nem így hangzott el a beszélgetésben, csak most így így lett pozícionálva. Na szóval, hogy lesz miniszterelnök jelölt? Miniszterelnök jelöltségre be lehet jelentkezni, megfelelő számú ajánlás után, és az emberek meg fogják szavazni a miniszterelnök jelöltet is, mint ahogy meg fogják szavazni emberek? Azok, akik részt vesznek az előválasztáson. Az előválasztáson a mi javaslatunk szerint 3 szavazólapja lenne az embereknek, szavazhatnának az egyéni választókerületi jelöltjeikre, szavazhatnának az országos listán szereplő jelöltekre, függetlenül attól, nem párt, emberekre, konkrétan felírnak egy papírra 10 nevet, akit a legszívesebben látnának az országos lista első 10 helyén. És ez lehet bárki, aki elindul ezen a választáson, lehet pártember, de lehet olyan is, nem akarok neveket mondani, olyan civil, aki mögött nincsen párttámogatottság, és van egy harmadik szavazólap, ahol szavazhat arra, hogy ki legyen a miniszterelnök jelölt. És azon a szavazólapon annyi névben ahányan bejelentkeztek?
Tehát szavazó Máris szomszéd, Mézga Géza, ki volt az osztrálokon, Hufnagertisti. Szavazás, ez egyébként számos európai országban olyan a szavazólap, hogy nincs rajta semmi. Írjál rá a neveket. Ha Rónai Jelenon akar indulni a választáson, rajta akkor, ha lenne a fországon. Boldog ember. Fel a nevemet, az nem boldog ember, de mondjuk, ha Sándor Mária el akar indulni a választáson, azt mondja, hogy szívesen lenne országos listás jelölt, akkor lehessen. És a pártok, nagyon sok ember van olyan, én ezt pontosan érzékelem, mert nagyon sok szavazópolgárral találkozok, és mindig azt mondják, hogy ebből a párból nekem az szimpatikus, abból meg az szimpatikus, minden párból van neki szimpatikus ember. Miért ne adhatnál meg a lehetőséget, hogy fölírja maga top 10-ét tulajdonképpen, egy best of ellenzéket állítson. És tudja, mi a baj? Azon gondolkozom, hogy oké, összeállít az ország népe egy mixtúrát, amely aztán sikerrel szerepel a választáson, és utána le kell ülni, és valahogy kormányozni kell kezdeni. Igen, azért ez egy érdekes kaland lesz. Igen, csak azt nagyon fontos látni, hogy ennek az előválasztásnak nem csak az a célja, hogy a személyes döntéseket meghozza, hanem ezek az emberek programmal fognak kampányolni. És az emberek, amikor szavazni fognak ezekre a jelöltekre, ezekről a programokról is mondanak egy vélemény. A párbeszéd Magyarországon például elközelt az alapjövedelem bevezetése mellett. Abban, hogy az embereket érdeklik a programok? Ugye minden választás után minden vesztes el szokta mondani, hogy olyan programunk volt, az embereket a program nem érdekli, csak az embereket, az embereket a politika érdekli összességében. A politikusok, akiknek vagy van értelmi mondani, vagy nincs. Nyilván, hogyha írek egy programot, és berakom a 500 oldalas könyvet a könyvtárba, akkor nincs programom, hogyha nem tudom ezt elmondani megfelelő lelkesedéssel és csillagó szemekkel az embereknek, és nem szántam fel az országot kétszer oda-vissza. Tehát ez egy bonyolultabb dolog, program nélkül, elképzelés nélkül. Ha nem tudunk elmondani, mit fog csinálni a miniszterelnök hétfő reggel 7-kor, ha nem tudjuk elmondani, hogy mi lesz az oktatásban, az egészségügyben, akkor ne is akarjuk megjelni a választást. Mondta Sándor Máriát, ez csak mondott egy nevet, vagy komolyan gondolta? Én nagyon szeretném, hogy ezt vállalná, kicsit meg is lepődnék rajta, de a pártoknak nem az a dolguk, hogy civileket kasztingoljanak, az a dolguk, hogy kinyissák a politizálásnak a kapuit. Minden lehetőséget megteremtsenek arra, hogy ez az ellenzék fel tudja szívni azokat az energiákat, ami a pártokon kívül van, rengeteg ilyen energia van, főleg a helyi közösségekben. A Kéz Zoltán, amikor megnyerte a veszprémi választást, mindenki megdöbbent. Az ő modellje az volt, hogy a pártok ott azért nem erőltették, hogy saját jelöltjük legyen, mert úgy voltak vele, hogy úgyis bukókörzet. És akkor jött egy fiatalember, felszándotta az összes falut, végigment 5-6-szor mindegyiken, felépítette magát, mint a helyi közösség ember, és megnyerte a választást. Ezeknek az embereknek, ezeknek a helyi Kéz Zoltánoknak kell kinyitni az ajtót. Ha nem jönnek be rajta, akkor sajnáljuk, de jöhessenek be, hogyha mégis akarják. Erről szól az előválasztás, arról, hogy azt a hidat, ami most nincs meg a pártok és a civilek között megépítsük, és ami még fontosabb, ami nincs meg a pártok és a szavazók milliói között, ezt a hidat is megépítsük. Be kell őket vonni a politizálásra. Érdekes kalandnak ígérkezik. Előbb kérdeztem, amikor elkezdtük a beszélgetést, hogy melyik tart tovább, a pártelnökség vagy a polgármesterség? Nézd, én nem pozíciókban gondolkodom, én abban gondolkodom, hogy Magyarországon meg kell újítani az ellenzéki politizálást, hogy ez az ország végre visszatérhessen az európai köztársaságpárti, az európai értékek mentett elkötelezett politizálás mellett. Én mind a két pozíciómban ezt akarom szolgálni, és ez a dolog sokkal jobban érdekel, mint a pozíciók. Tehát én azt gondolom, hogy ha nekem egyszer választanom kéne az elveim és a székeim között, biztos az elveimet fogom választani. Köszönöm, hogy eljött. Én köszönöm a meghívást.